Fokhíjas pacsorok a parlament hétfői ülésén. Alig néhány képviselő és kormánytag vett részt az ülés elején. Tisztelt Országgyűlés! Pedig az Orbán kormány költi a legtöbbet erre a területre, a bürokráciára, az összes uniós tagállam közül a GDP-hez viszonyítva. Az uniós statisztikai hivatal legfrissebb jelentése szerint a tagállamok kormányai átlagosan a GDP-jük 5,8%-át költik saját magukra. A lista élén Magyarország áll. Az Orbán kabinet a GDP 8,2%-át áldozza az államapparátusra. Ez 2019-ben 3330 milliárd forint volt. Ezen belül is a legtöbbet a végrehajtói és a jogalkotói hatalom működése emészt fel. Orbán Viktor 2010-es megválasztásakor a kormányzati apparátus drasztikus csökkentését tűzte ki célul. Kevesebb, mint fele emberrel fogunk dolgozni a miniszterelnökségen, mint amennyien ma a miniszterelnök személye körül dolgoznak. Hasonló, azt nem mondom, hogy pontos, de hasonló irányokra lehet számítani az igazgatás többi területén is. Az Eurostat adatai szerint 2010-ben a GDP 9,3%-át költötték a bürokráciára. Azóta tehát alig több mint 1%-kal csökkentek ezek a kiadások. Van viszont, amire jóval kevesebb jut az uniós átlagnál. A környezetvédelem, a szociális ellátások és az egészségügy. A magyar állam egészségügyi ráfordításai az elmúlt 10 évben a GDP 5%-áról a 4,5%-ára estek vissza, ami a harmadik legalacsonyabb az unióban, és 2,5%-kal kevesebb az uniós átlagnál. A Párbeszéd szerint ez is okolható azért, hogy most ilyen súlyos a koronavírus járvány Magyarországon. Orbán Viktor a járvány elleni első bukását akkor szenvedte el, amikor a járvány még ki sem tört. Amikor az egészségügyet maradék elven kezelte, és nem stratégiai ágazatként, amikor 100 milliárd számra vonta ki évente a pénzeket belőle. A kormány szerint ez nem igaz. 2010-hez képest, tehát azokhoz képest, akik előn összeállt, 915 milliárddal több jut az egészségügyre, és akkor még nem beszéltünk azokról a rendkívüli kiadásokról, amelyek a járvánnyal kapcsolatban merültek fel. Az ellenzéki pártok közül a DK felháborítónak nevezte, hogy a kormány elhanyagolja az egészségügyet, miközben szórja a pénzt a saját működésére.